Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Annyira nagy érdeklődés volt a kondítóparkos videókkal kapcsolatban, hogy láttam, hogy volt egy ilyen kérés, hogy kezdő női programot mutassak be, és én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, mivel itt nálunk Tatabányán rengetegen szoktak ide kijárni, én voltam már a nap több részében is, és mindig van itt valaki, vagy a tó körül futnak, vagy itt lenyújtogatnak, jogázgatnak, gyakorlatoznak. Annyi van, hogy ugye nekünk ez egy nagyon-nagyon felszerelt kondipark, és én igyekeztem inkább a lehető legegyszerűbb felszereléseket használni, pont azért, hogy esetleg egy játszótéren is meg lehessen ezt oldani, vagy kevésbé felszerelt kondiparkokba is magabiztosan tudjatok mozogni. És arra gondoltam, hogy a gyakorlatokat olyan 3-4 körbe csináljátok majd, és érdemes szerintem nem számolni, mert akkor nekem az a tapasztalatom, hogy 10-nél mindenki abba hagyja, vagy max 15-nél. De az is lehet, hogy te 25-öt tudsz csinálni, vagy 30-at, vagy csak 6-ot, teljesen mindegy. Próbáld meg addig csinálni, hogy mondjuk amikor elkezdesz erőlködni, utána meg egy 5-6-ot belenyomsz. Tök mindegy, hogy milyen gyakorlatról van szó. Azt vettem észre, de ez csak így zárójelbe, hogy a legtöbb hölgy, amikor egy kicsit elkezd nehéz lenni valami, akkor már abba is hagyja, holott a fejlődés mindig ott kezdődik. Tehát amikor elkezdtek egy kicsit erőlködni, akkor még egy kicsit próbáljátok meg összeszedni magatokat és beletenni. Na most hozom nektek a gyakorlatokat, remélem tetszik. Hogyha bármi észrevételetek van, akkor majd nyugodtan jöhet kommentbe. Kezdeném az első gyakorlattal. Én úgy gondoltam, hogy háromféle verziót fogok ebből nektek mutatni. Minden kondiparkban van ilyen korlátrendszer. Mindenféle méretben megtalálhatók rajta ezek a rudak. Azt javaslom nektek, hogy ugye mivel ezek testsúlyfüggő gyakorlatok, akinek magasabb a testsúlya, illetve nehezebb, érdemes egy kicsit magasabbról kezdeni, aki meg ügyesebb, illetve a testsúlya alacsonyabb, sokkal egyszerűbb neki úgy erőkifejtést létrehozni, hogy minél közelebb van a vízszinthez. Fekvőtámasz variációkat fogok nektek most mutatni, és az első, azt szerintem ezt a normál szélességet megmutatom nektek, lesz majd széles, lesz szűk. Az egész kollekció, hogy úgy mondjam, nagyrészt a mellizmokat, a váll előső fejét és a tricepset dolgoztatja, de természetesen az összes többi izom, ami ugye itt a felső részen található, az alkar, a szorítás, a hasizmok, ez mind-mind dolgozik. Na, mutatom nektek először a normál verziót. Jó, tehát ez a szélesség körülbelül, ez egy ilyen normál, itt nagyrészt a mellizom dolgozik, tehát az a fő. Lehet egy kicsit szélesebben, most arra kellene figyelni, akinek váll problémája van, illetve nagyon előre van billenve a vállöv, azt szerintem ezt a széleset egyelőre hanyagolja, de mutatom. Jó, és mutatom nektek a legnehezebb verziót, ez ugye nagyrészt a tricepset dolgoztatja, ez a szűk, az körülbelül ilyen szélességben van, és sokkal lejjebb kerül majd a könyök, ugye a test mellett. Kivitelezésnél arra kellene nagyon figyelni, hogy a lapockákat mindig zárjuk, és a váll ne csúszson bele a nyakba. Jó, csajok, erre nagyon figyeljetek. A másik, itt ennél a szűknél érdemes hátrafele menjen a könyök. A legelső verziónál, amit mutattam, ez a közepes, ennél egy kicsit így oldalra hátra megy, és a szélesnél ugye teljesen oldalirányba. A következő csoport, amit mutatnék nektek, az egy nagyrészt a hátizmokat dolgoztatja meg, valamint a bicepset. Ez szintén ugye testsúly függő gyakorlat, tehát akiknek a nagyobb a súlya, fogok mutatni könnyebb verziót, és ugye aki normál testsúlya rendelkezik, mint én, neki érdemes szerintem ezeket az alapverziókat csinálni. Most ezeket úgy tudjátok nehezíteni, hogy itt is úgy van, hogy minél inkább közelebb van a vízszinthez a rúd, hogyha aláfekszetek, vagy bocsánat, a testetek a vízszinthez, annál nehezebb, és minél meredekebb, ugye annál könnyebb. A másik, amivel lehet könnyíteni a dolgot, hogyha behajlítjátok a térdet, de mindjárt mutatok mindenféle verziót nektek.
Tehát ez a verzió volt az alap, és megmutatom, hogy hogyan lehet egy kicsit könnyebben megcsinálni. Vagy azt csináljátok, hogy ti vagytok följebb, vagy azt csináljátok, hogy be van hajlítva a tér. Tehát vagy így, vagy pedig így. Minél meredekebb a testetek a talajhoz képest, annál könnyebb a gyakorlat. Aztán lehet még úgy nehezíteni a dolgot, ez nagyrészt a bicepsre megy, hogy alsó fogással fogjátok meg szűken a test mellett, és karból. Viszont ezt szerintem megmutatom nektek oldalról is, hogy hogy néz ki. Szerintem innen lesz a tuti. Arra mindig nagyon figyeljetek, és ez az összes gyakorlatra vonatkozik, hogy a lapockát lezárjuk, ne súszom föl soha a váll, mert nagyon sérülésveszélyes, a másik pedig az, hogy nem is olyan hatékony a gyakorlat. Érdemes feszíteni a hasizmot, annál stabilabb a törzs. A hasizmot azt úgy feszítjük, minthogyha valami nagyon-nagyon szoros öv lenne rajtunk. Nagyjából így tudom elmagyarázni, vagy mintha erőlködnünk kellene. Most mutatnék nektek néhány gyakorlatot az alsó testre is, egy kicsit, tehát a combok, farizmok. Minden kondiparkban szokott lenni valami olyan alkalmatosság, amiben lehet kapaszkodni, illetve fel lehet tenni a lábat. Azt mondom nektek, hogy egyelőre próbáljuk meg kapaszkodva a guggolást, és akkor legalább meglátjuk, hogy hogy megy. Megpróbálom oldalról modellezni a dolgot. Csípőcsont széles terpezbe állunk, ugye? Itt ferde a kamera, bocsi. Remélem, így jó lesz. Tehát a csípőcsont széles a két sarok közti távolság, ugye így látszik szépen. A térdek kifele fognak menni, a medencét pedig most hátra billentjük ebben az esetben, tehát ez szemből így néz ki, viszont megmutatom nektek, hogy ez kapaszkodva, főleg nagyobb testsúllyal, mindig nem az igazi a kamera, bocsi. Így néz ki a dolog. Kifele menjen a térd, a lábfej, kifele néz. Arra nagyon figyelni, elveszem a hajamat. Zár a lapocka. Feszes a hasizom. Feszes a derék. Jó. Ha lehet, a sarok ne emelkedjen meg, bár kezdőknél előfordul a sarok emelkedés, de amennyire tudjátok, próbáljátok meg leszorítani, és menjünk le vízszint alá. Nyilván tudom jól, hogy nem mindenki képes erre először, de semmi baj. Mindig azt mondom, hogy gyakorlat teszi a mestert, minél többet gyakoroljátok, annál szebb lesz a végrehajtás. Aztán a guggolásnak is van többféle verziója, ugye ez volt a normál. Lehet ezt zárt lábbal, szűken, illetve sumo verzióba. Megmutatom nektek a sumo verziót, mindegyiket lehet ugye kapaszkodva végezni. A sumo az körülbelül így néz ki. Lemegyünk így körülbelül a medencénkkel a tél vonaláig, kifele néznek a lábujjak, és arra nagyon figyeljünk, amit nagyon sokan elrontanak, ne engedjük így beesni a térdet. Tehát körülbelül így néz ki a sumo, érdemes összeszorított farpofákkal végezni, megmutatom oldalról is. Tehát így néz ki egy szép sumo guggolás. Ez nagyon elkapja a farizmokat, valamint ugye a combközelítőket, ami a hölgyeknek nagy szívfájdalmuk szokott lenni, hogy ott annyira nem feszes a dolog. Aztán van a zárt lábas, illetve a szűk, nem túl nagy a különbség közöttük. Ugye a zárt lábas az körülbelül ilyen, szemből, hát nem valami mutatós, inkább oldalról megmutatom nektek. Itt is nagyon figyeljünk, hogy a medence nem billen be, így, mint a hasizomnál, jó? Tehát a testtartásra figyelünk. Ha nem megy szépen, akkor mindenképpen kapaszkodva érdemes. Az se baj, hogyha fölveszitek magatoknak videóra, és látjátok, hogyha hibáztok. Ugyanezt meg lehet szűk terpeszbe is. Szűk terpeszes az szintén előrenéző lábujjakkal történik. Hát én inkább oldalról, mert semmi nem látszik szemből szerintem. Tehát így néz ki a guggolás.
Most már mutattam egy csomó combra. Mutatok egy kicsit farizom orientáltabb gyakorlatot. Én a kitöréseket nem venném bele egyelőre a kezdő programba, mert úgy gondolom, hogy azt felügyelet nélkül elsőre nem kellene végezni, mert nagyon-nagyon sok a hiba lehetőség, és úgy gondolom, hogy az már egy ilyen, ha nem is haladó, de talán ilyen a kezdőnél egy kicsit ügyesebb embereknek ajánlom, anélkül, hogy bármi sérülés történne belőle. Egy csípőtolást fogok nektek most mutatni. Ezt lehet simán a talajon fekve végezni, illetve feltett lábakkal. A boka az általában, illetve a sarok a térd alatt van. Itt se dőlnek össze a térdek, erre nagyon figyelünk, a lapockát letámasztjuk, és medencét billentjük magunk alá. És bebillentett medencével megtoljuk. Nem engedjük le teljesen, pont azért, hogy a farizom össze tudjon végig szorulni, illetve végig befeszített állapotban legyen, és nagyjából így néz ki. És akkor ugye ennek vannak olyan verziói, hogy felrakjátok a lábatokat kicsit magasabbra, itt is összeszorított falpofákkal végezzük végig, és ha valakinek kisebb a testsúlya, illetve ügyesebb már, akkor lehet ezeket egy lábbal is végezni, ami ugye így néz ki. Egyik lábat addig kiiktatjuk a buliból, és ezt ugyanúgy meg lehet csinálni emelt verzióban is. Már csak egy dolgot szeretnék mutatni nektek a végére, egy picit én a vádlit is megmozgatnám. Szerintem nagyon jól néz ki, hogyha egy hölgynek szép formás a vádlia, úgyhogy egy nagyon egyszerű gyakorlatot fogok mutatni. Ezt lehet két lábbal is, illetve egy lábbal is végezni. Érdemes kapaszkodni. Előre néznek a lábujjak, és vádliból megemelkedünk lábujjhegyre, viszont nem engedjük le teljesen, hogy ne pihenjen el az a vádli, és ezt lehet ugye egy lábbal is végezni. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszett nektek a gyakorlatsor. Nagyon remélem, hogy bemutattam nektek több olyan verziót is, amit ugye mindenféle testsúlyjal lehet végezni. A vékonytól a kevésbé vékony, illetve nagyobb testsúlyú hölgyek is tudják magabiztosan végezni. De mondom, hogyha bármi kérdésetek van ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban, akkor kommentbe jöhet, igyekszem minél előbb válaszolni, reagálni rá. Hogyha még ilyen gyakorlat ötletetek lenne, hogy milyen programot mutassak nektek itt a Kondiparkban, nagyon szívesen veszem. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó, hogyha tetszett, akkor jöjjet rá a like, esetleg osszátok meg olyan ismerőseitekkel, akiket érdekelhet a dolog, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!